A megszokottnál szűkebb körben rendezték meg Gödöllőn a Környezet és Természetvédelmi Fesztivált, és annak keretében a Nemzetközi Természetfilmszemlét, valamint a Kárpát-medencei filmszemlét. A rendezvényt a Királyi Kastélyban Áder János köztársasági elnök, a fesztivál fővédnöke nyitotta meg. Akik itt voltak az elmúlt 5 esztendőben, azok tudják, hogy Nemzetközi Természetfilm Fesztiválként indult ez a rendezvény sorozat, ez most már a 6. alkalom. Először fordul elő, hogy a Nemzeti Parkok Hete és ez a másik rendezvény egy időben, egy helyen kerül megrendezésre, és a nagy sikerre való tekintettel, mármint a szervezők körében mutatkozó nagy sikerre való tekintettel és a közönség várható reakcióra tekintettel a jövőben ezt a két rendezvényt itt együtt, egy időben, egy helyen fogjuk majd megrendezni, úgyhogy jövőre is várunk majd mindenkit. Remélem akkor nem egy pót időpontban, hanem az eredetileg tervezett májusi tavasz időpontban tarthatjuk meg ezt az összejövetelt. Gyakorlatilag a kezdetektől kezdve ön a fővédnöke a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválnak, illetve most már Nemzetközi Természet és Környezetvédelmi Fesztiválnak. Minek köszönhető az, hogy ő minden évben személyesen is ellátogat, akár formálisan, akár informálisan? Azért vállaltam el a fővédnökséget is, és azért jövök el szívesen, és aztán kiderül, hogy mindig rövid az idő, mindig még több időt kellene szánni az itt felállított sátrak és az ott bemutatott produkcióknak a megtekintésére, mert nagyon jó színvonalas rendezvényt láthatnak azok, akik ide jönnek. A kiállításokat tekintve egyre tartalmasabbak, a kiállított tárgyakat, a gyerekek érdeklődését, a fiatalok érdeklődését is fel tudják mindezzel kelteni, és fel tudják hívni a figyelmet egy olyan fontos kérdésre, hogy mit is kell tennünk annak érdekében, hogy az a természet, az a környezet, ami körülvesz bennünket, és amit megörököltünk, hogy az így maradjon az unokáinknak, így maradjon a gyermekeinknek, ilyen állapotban maradjon meg. És jól látható, hogy is, ha körbenéz valaki, és látja a gyermekcsoportokat, fiatal kisiskolások vannak itt most javarészt, hogy óriási érdeklődést mutatnak nem csak az élő állatok, nem csak a múzeumi tárgyak, hanem az interaktív megoldások felé is. Tehát nagyon jó, hogy láttam egy ilyen megoldást a zöldforgósoknál, hogy na, itt van egy zokni, mondd meg, hogy ennek mennyi a lebomlás ideje. Itt van egy konzervdoboz, ennek mennyi a lebomlás ideje. És erre súgtam azt ott a kísérőmnek, hogy hát ezt nem feltétlenül csak az 5-6 éves gyerekektől vagy 10 éves gyerekektől kellene megkérdezni, bizony még a felnőttek számára is szerintem az esetek egy jelentős részében fogós kérdés lenne, mert azt még valószínűleg eltalálnánk, hogy a banán héja mennyi idő alatt bomlik le, de hogy az okni, pláne a műanyag, vagy egy konzervdoboz, az hány évig szennyezi a környezetet, arra már azért szerintem, ha csak nem nézett valaki utána és nem tájékozódott, nehezen találná meg a helyes választ. És fontos, hogy szembesüljön az ember, mert ugye elsőre az ember meghökken, hogy micsoda, egy műanyagpalasznak, egy PET-palasznak a lebomlás ideje 400-500 év is lehet, ezt nem tudom elhinni. Pedig hát így van. És ilyen értelemben arról beszélni, hogy elsősorban, hogy ezt mondják már tudósok, hogy annyiban változott meg az életünk és a világ az elmúlt időszakban, hogy egyetlen faj, ez az ember, vált a legfontosabb környezet átalakító tényezővé. Tehát a mi kezünkben van a jövőnk, mi tudjuk alakítani, mi tudjuk rongálni, mi tudjuk rombolni, mi tudjuk tönkretenni, de megóvni is mi tudjuk azt a környezetet, ami körülvesz bennünket. És aminek egyébként a szolgáltatásai nélkül, ezt kellene belátnunk, nem tudunk mi sem egészséges, teljes, értékes életet élni. Ez a dolognak a lényeg. Ha ezt megérti valaki, ha valaki ezt megérti, és ennek megfelelően alakítja át az életét, nem kell lemondani mindenről, nem kell visszavonulni, sátorba lakni, nem kell ősközösségi közösségeket keresni újra, nem. Arról szól mindez, hogy a ma elért életkörülményeink mellett is hogyan tudjuk, úgymond divatos szó, fenntarthatóvá alakítani az életünket, az életmódunkat, és ez alapvetően csak rajtunk múlik. Az idei évben a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválra a világ 114 országából összesen 2200 filmet neveztek alkotóik.
Ön tudom, hogy szintén érdeklődik a természetfilmek iránt. Melyek azok, amelyeket preferál, amelyeket ön is szívesen megnéz? Nagyon-nagyon nehéz a kérdés, ugyanis ugye két típusú film van. Az egyik, ami bemutatja a természetet, a környezetet, ami körülvesz bennünket, a maga összetettségében és a legparányibb élőlények tekintetében is érzékeltető, hogy micsoda fantasztikus szervezet, vagy micsoda fantasztikus teremtmény az, amit egyébként ott látunk, egészen eljutva az emberségig, majd az emberig. És megmutatja mindezt, hogy a környezetben, természeti környezetében hogyan él, hogyan alkalmazkodott a kialakult viszonyokhoz, legyen szó az északi sarkról, vagy az egyenlítőről. A másik, amelyik a drámát mutatja be, hogy mindez hogyan tud tönkremetni, hogyan, nem magától nem megy tönkre, hogyan tudjuk tönkretenni. Tehát mindez hogyan változhat meg egy perc alatt, mondjuk egy hajótörés következtében, amikor iszonyú mennyiségű olaj ömlik ki a tengerbe. Vagy egy vegyi gyár katasztrófája következtében, vagy egy ciánszennyezés következtében, amit mi is megtapasztalhattunk, amikor egy zajtározóból irgalmatlan mennyiségű szennyezőanyag kerül egy olyan nagy folyóba, mint a Tisza, és ott is mekkora pusztítást tud okozni. Egyetlen apró emberi mulasztás, egyetlen olyan pillanat, ami egyébként megváltoztathatja ennek a természeti környezetnek az életét, akár hosszú-hosszú évtizedekre. Ezek a filmek azok, amelyek fölhívják a felelősségünkre figyelmet, és én nagyon örülök annak, hogy minden évben egyre több, egyre színvonalasabb alkotás jelenik meg. Annak még jobban örülnék, hogyha még többen látnák, néznék ezeket a filmeket, mert nagyon tanulságosak, nagyon színvonalasak, egyre modernebb technológiával, technikával dolgoznak, tehát olyan felvételeket is láthatunk, amiket egyébként szabad szemmel üldögélhetnénk ott egyébként órákozhat vagy napokozhat, akkor sem vennénk észre. Ugyanakkor viszont a tudásunkat, az ismereteinket jelentősen tudja gyarapítani. Egy-egy ilyen jól sikerült hosszú-hosszú órák lesbenállását, vagy hosszú napok lesbenállását rögzítő felvétel. Ez nekem nagyon izgalmas. Gyerekkoromtól ezeket mindig. Még amikor én Kusztó kapitánynak a felvételein és tenger alatti világán hát nőttem fel, na de hát fekete-fehérben nézni azt, hát most ha még visszanéznék ezeket az 50 évvel ezelőtti filmeket, és összehasonlítanak csak egy mostani amatőr felvétellel, hát akkor is láthatnánk a különbséget. Most pedig hát profik dolgoznak, és legalább olyan izgalmas, de részletesebb, színesebb felvételeket láthatunk. Úgyhogy mindenkit csak arra biztatok, hogyha van ideje, most itt a járvány idején szerintem egy kicsit több szabad ideje van mindenkinek, akkor nézze ezeket a filmeket, rövidebb és hosszabb filmeket egyaránt. A megnyitót a kiállítókkal és filmes szakemberekkel való ismerkedés, beszélgetés követte, amelyre dr. Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára invitálta az államfőt és a résztvevőket. Szeretném megkérni elnök urat és minden kedves vendégünket, hogy járjuk be közösen a Nemzeti Parki Igazgatóságok, a Nemzeti Parki Termékvédjegyes Termelők sátrát, és utána pedig nézzük meg a Gödöllői Filmfesztivál kiállításait is. Ezúton szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy ezt a két rendezvényt összehoztuk, és ahogy elnök úr mondta, szándékaink szerint ez így marad a jövőben is. A háromnapos fesztiválon 6 helyszínen folytak a filmvetítések a kastély falain belül. A vásznakra a több mint 100 ország filmeseinek több mint 1000 alkotásából kiválasztott legjobbak kerültek. A Gödöllői Fesztivál alapvetően abban különbözik a világ más filmes találkozóitól, hogy itt a környezet és természetvédelem más aspektusaival, kiállításokkal, hulladékszobrokkal, interaktív lehetőséget nyújtó standokkal is találkozhatnak a látogatók. A Nemzeti Parkok hetének megnyitója keretében a 10 hazai nemzeti park számos látnivalóval, elgondolkodtató játékkal varázsolta el a közönséget. Nem csak a szakmát, a helyszínre érkezett természetfilmeseket, hanem sok nézőt is érdekeltek a filmszemlék eredményei. A házigazda Gödöllői Királyi Kastély nevében Újvári Tamás igazgató köszöntötte a filmeseket.
Én gratulálok mindenkinek, aki most itt van. Én azt gondolom, hogy egy olyan közösség alakult ki a Gödöllői Filmfesztiválon, akiket jó minden évben újra látni és újból köszönteni. Isten hozott benneteket, szeressétek tovább is a Gödöllői Kastélyt! A Mesék a Mókus Világból természetfilm a német Jan Zohachevsky alkotása nyerte a nemzetközi természetfilm kategória első díját. A rövid természetfilmek kategóriájában az Egyesült Királyságból Luca Antonio Marino Csuklyás kultúra című filmje nyert. A dokumentum, tévé és független filmek közül Oroszországból Dmitri Spilenok Vörös lazac, vörös hal című filmje lett az első helyezett. A rövid dokumentumfilmek versenyében Thomas Till Természet most című munkája nyert. A dokumentumfilm etüdfilmek közül a magyar Radisics Milán a Szennyezés művészete című alkotását választották a legjobbnak. A tudományos dokumentumfilmek kategóriájában az amerikai Neil Lassin és Nathan Dappen a Gyík törvényei című filmje lett az első. Az úti filmek és expedíciós filmek közt szintén Nathan Dappen az Átjáró című alkotása nyert. Az animációk közül az Egyesült Királyságból Steve Katz a Fordulópont című filmjét választották a legjobbnak. Mindemellett több magyar alkotó filmje is rangos díjat kapott. Dokumentumfilm, tévé és független film kategóriában Csapó András és Martinkó András Szolgalelki óriások című filmje harmadik, a tudományos dokumentumfilmek közül ifjú Kolányi Ágoston Kalandjaim a parányok világában című filmje szintén harmadik helyezést ért el. A Kárpát-medencei filmszemle négy kategóriájának díjait Juhász Árpád, a zsűri elnöke adta át. A fesztivál fődíját a főtámogató, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány, Radisics Milán, a Szennyezés művészete, valamint Tóth Zsolt Marcell, Akcióban a természet őrzői című alkotásáért ítélte oda. Egyedül az ég csönddel jár, jobb lenne, ha nem várnál. Lovak és madarak félelmébe fénnyel feleimnál.